Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Hosszú szabadság után Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója a vendégünk. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok. 5783 Elul havának 29. napján vagyunk, és este ránk köszönt a zsidó új év, Rosh Hashanah. A polgári időszámítás szerint 2023. szeptember 15-e és péntek van. Azt aztán majd egyszer megbeszéljük, hogy van-e olyan, hogy polgári időszámítás. Nem, ez egy másik időszámítás, de önök ezt így ismerik. Ma az Enikők ünnepelnek. 133 évvel ezelőtt született Abonyi Ernő, Heyman Ernő, magyar festő és grafikus. A nap folyamán róla is fogunk emlékezni. A Magyar Nemzeti Bank közleménye szerint, gyorsan mondom, az euró 384.62, míg az amerikai dollár 361.22, persze ez változhat az impeachment miatt, míg az angol font 448.68, itt is változások várhatók. A várható időjárás 13 és 27 Celsius fok mára és már is. A Fidesz kommunikációs igazgatójával megbeszéljük, hogy mi történik körülöttünk. Szép jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hatalmas turbulenciák voltak, és több idegen országban található közmédia megkeresett minket, hogy tényleg a magyar zsidóság körül ilyen második világháborút megelőző turbulenciák vannak-e. Mit tud erre mondani? Hát azt tudom mondani, hogy Magyarországon mindenki biztonságban érezheti magát, így egyébként a zsidó honfitársaink itt is, senki semmilyen veszély nem fenyeget. Azt gondolom, hogy a nemzeti identitását is mindenki szabadon meg tudja élni, és egyébként a vallásit is, zsidók, keresztények, bármilyen más felekezetűek is, úgyhogy azt gondolom, hogy Magyarország ebből a szempontból egy kifejezetten szabad és biztonságos helynek mondható. Én annyit tudtam válaszolni nekik, hogy egy közleményt, amit Orbán Viktor izraeli látogatásán és többször külföldi tudósítók előtt is elmondott, hogy a második világháborúban volt egy olyan idő, amikor a magyar vezetés nem tudta a magyar állampolgárokat megvédeni, ezért bocsánatot kért, és azt mondta, hogy többet ez nem fordulhat elő, és bevezette a kormánya a zéró toleranciát, ami azóta is él. Ezt csak meg tudom erősíteni. Tegnap egy újabb turbulencia kapott, és egyre nagyobb viharokat kavar. Megjelent egy lendő NATO ország új iskolai tankönyve, ami elképzelhető, hogy ott nincs cenzúra, és a hatalmas szabadsága tényeket nem szabadon értelmezi. Szabadon értelmezi. Mi várható a két kormánypárti frakciótól? Ezek után meg fogják szavazni a svédek NATO csatlakozását? Hát, ugye mi azt kértük, hogy a szövetségeseinket, hiszen az Európai Unióban ugye egy szövetséget alkotunk, hogy svéd szövetségeseinket, hogy legyenek kedvesek lépéseket tenni annak érdekében, hogy a bizalmi viszony ki tudjon alakulni. Hát mégiscsak azért arról van szó, hogy a NATO még megint egy nagyon fontos védelmi szövetség, ott tagok leszünk, és ez az ember csak olyan tagokat, szövetségeseket szeretne maga mellett látni, akivel azért alapvető viteik nem állnak fönn, és legalább az alapvető egymást meg tehát az tisztelet is fennáll a két fél között. Na most az a helyzet, hogy Svédország ebben a tekintetben az égető világon semmit nem tett. Nem látjuk, hogy továbbra vagy végre a tisztelet hangján beszélnének Magyarországról, a magyar demokráciáról, a legitim módon megválasztott magyar kormányról. Tehát tulajdonképpen mindent megtesznek annak érdekében, hogy ezt a döntésünket átgondoljuk. De amíg egyik szemem sír a svédek miatt, addig másik szemem viszont, ez egy svéd kontra olasz minta,
nevet és boldogság tölti el a szívemet, hisz Meloni miniszterelnök asszony, Olaszország miniszterelnöke nem csak a tegnapot, hanem a tegnap előtt 1956-ot is tudja, és az a barátság, amivel érkezett hozzánk, és amivel ezen a konferencián hozzászólt, az azt bizonyítja, hogy azért vannak az Unióban és a NATO-ban, akik igaz barátok. Így van, és hát érdekes módon azért azt is mondhatjuk, ugye, hogy a hét egyik fontos eseménye volt von der Leyen asszonynak az évértékelő, a State of the Union beszéde, és hát ott legalább annyit azért megtudhattunk még, hogyha a véleményünk szerint rossz irányba tart továbbra is az Európai Unió, hogy Európának mik a fontos kérdései. És például a bevándorlást, azt, vagy a háború kérdését von der Leyen asszony is, bizottsági elnök asszony is megemlítette. És azt gondolom, hogy a valódi... Ő elfelejtette, hogy volt kormánya, illetve ahol tag volt Németországban, időközben közölték, hogy köszönik, nem kérnek az egyenes bevándorlásban a menekült táborokból. Tehát lehet, hogy nincs közötte, és mielőtt mielőtt az Európai Unió Bizottság elnökéről túl jót mondana, ne felejtsük el, volt a G20-osokon egy nagyon komoly felszólalása neki, ahol minthogyha már a kínai és európai sejemúttól kezdett volna visszalépni, és természetesen nagyon pozitívan nyilatkozott az új amerikai elnöknek, illetve az éppen impeachment alatt álló amerikai elnöknek a tervére, ami India, Közel-Kelet, Szaúd-Arábia és Európa közötti hasonló, mint a Sejemút programot idézi. A kérdés csak, amit senki ott nem tett föl, hogy mindezt miből és ki fogja fedezni. Igen, tehát visszatérek, tehát, hogy befejezzem azt, hogy mondom, és akkor válaszolok erre is, amit az imént mondom, ezek fontos témák. Tehát, hogy azt lehet látni, hogy a bevándorlás és a háború kérdése az fontos kérdés, ezt most már azért a bizottság elnöke sem tudja, vagy nem akarja eltagadni. És az alapvető konfliktusunk avval van, például Svédország a tekintetben, hogy ők másként tekintenek erre a kérdésre. És igen, van olyan nagy alapító ország béli miniszterelnök, Giorgia Meloni miniszterelnök asszony, aki viszont elismeri azokat a lépéseket és azt a politikát, amit Magyarország immár majdnem egy évtizede folytat a migráció kérdésében, és amilyen állásponton egyébként vagyunk a háború kérdésében. És akkor válaszolva a kérdésére, igen, azt lehet látni, hogy a bizottság sodródik, és minthogyha nem venni figyelembe az európai emberek érdekeit, minthogyha más szempontjai lennének, amikor meghatározzák az európai politika irányát, de ez egy sodródó, lendületét vesztő, kudarcos Európai Unió képét festi elénk, amiből egyre több európai embernek, köztük nekünk is már elegünk van. És nekünk még az csak rátesz egy lapáttal, hogy közben pedig Brüsszel teljes mértékben visszaélve a hatalmával folyamatosan újabb és újabb feltételeket állít a kormánynak, és még mindig nem fizeti ki a pedagógusok bérét úgy, hogy közben meg olyan civil szervezeteket támogatnak, akiket egyébként korábban Soros György és hálózata, a Soros hálózat támogatott, és teljesen nyilvánvalóan politikai aktivista munkát végeznek. Tehát úgy néz ki a képlet, hogy Brüsszel a pedagógusok béremelését azt nem adja oda, de közben a baloldalt és a baloldalhoz tartozó szervezeteket meg kifizeti. És ezek mellett, mondom, ezt még csak tetézi az, hogy teljesen rossz irányba viszik tovább az uniót, és egyszer az uniós állampolgárok egyre kevésbé látják, hogy merre tart az Európai Unió. Az európai együttműködés egyre kevésbé vonzóbb az európai emberek számára. Tulajdonképpen az elmúlt 10 évben kudarcot kudarcra halmoz az Európai Unió, a gazdasága nem tud beindulni a világgazdasági válság óta, a háborús elhibázott szankciók, amik
azt mondták az európai képviselők Brüsszelből, hogy ez majd térdre kényszeríti Oroszországot és véget vet a háborúnak. Ez látszik, hogy egyértelműen... Nem megszakítani akarom, de erre a legjobb példa egy volt francia elnök aktivalizálta magát, és sok interjút adott az elmúlt 24 órában, amiben azt mondta, hogy lehet, hogy a brüsszeli vezetés és a háború kezelése az nem a legjobb vágányon van, és minthogy az ukrán elnök is azt mondta volna, hogy jó hajlandó leülni az oroszokkal tárgyalni. Legyen így, mi továbbra is a békét szorgalmazzuk, azt gondoljuk, hogy ennek a helyzetnek csak vesztesei vannak, tehát ennek a háborúnak nem lehet nyertese, csak vesztesei vannak, és a helyzet az, hogy a háborúzó felek mellett a legnagyobb vesztes Európa, az európai gazdaság, hiszen az elhibázott szankciók energiaválságot okoztak, és ennek a hatásait máig lehet érezni. Nagyon rég nem volt olyan, hogy Németországban a gazdaság teljesítménye most már több mint 10 hónapja recesszióban van, és hát a kilátásai a német gazdaságnak még tragikusabbak. Tehát azt mondják gazdasági szakértők, nehéz tagadni, ott vannak a számok, hogy azért nincs most csak gázhiány Németországban, mert a német ipar leépült, elköltözött onnan, vagy leállították a gyárakat. Ami most lehet, hogy energiaválságot idén télen nem okoz, de katasztrofális, hosszú távú gazdasági következményei viszont ennek lesznek, és ez mind az elhibázott brüsszeli szankcióknak köszönhető. Voltak ott nem csak Brüsszelnek, hanem a németeknek is elhibázott döntéseik, most próbálják a nukleáris erőműveket újra üzemeltetni. Kicsit később, bízunk benne, hogy sikerülni fog nekik. Nagyon köszönjük, hogy eljött hozzánk, és mielőtt visszavárjuk. És ön minek után egy nagy családos ember tudja azt, hogy a történelem folyamán voltak már Magyarországon a magyar zsidó családok, ahol 8-10 gyerek volt, és a magyar családoknál sem hiányzott ez, és megvolt, és igaz, hogy a szocioekonomiai igényeik mások voltak, és biztos nem annyi legót fogyasztottak, vagy dobtak ki, de mégis fölnőttek, és lettek belőlük Nobel-díjasok és okos emberek. Mielőbb visszavárjuk. Kedves nézőim, a vendégünk Holik István volt, a Fidesz kommunikációs igazgatója, a Magyar Parlament tagja. Előzetesek, és már is jövünk vissza, és már is itt van velünk Kisbenek József, biztonságpolitikai szakértő, akivel megbeszéljük, hogy mi történt az éjszaka, és hogyan tovább. Tartsanak velünk!